Az első kérdésem Jánoshoz az lenne, aki, mint említettem, a film társalkotója, testvérével, Gulyás Gyulával, hogy ugye ezt 1988-ban mutatták be, és mindjárt rangos díjat nyert a Magyar Filmszemlén. Mikor kezdtétek ezt a filmet készíteni, és hogy alakult ki bennetek az ötlet, hogy ezt a tárgyat, hiszen akkor még benne voltunk a létezett szocializmus világában, fel kell dolgozni? Hát a film forgatását azt 82-ben kezdtük el, a Balázs Béla stúdióban, máshol ezt nem is lehetett volna elkezdeni, sőt, ott is szinte egy áll címen forgattuk, mert korábban beadtunk, be kellett ott is adni a vezetőségnek ilyen forgatókönyv vagy szinopszis pályázatokat, meg leírásokat, és akkor beadtunk egyet, hogy Ágnes asszony címén, de közben kiderült, ameddig megszedett a döntés, hogy melyik filmre adnak támogatást, hogy az a néni az meghalt. És közben olvastunk egy ilyen kis novellát, amelyben leírtak erről a hortobágyi deportálásokról, de egy szóval nem dokumentum jelleggel, hanem novellisztikusan, hogy három asszonynak, mint később kiderült, összegyúrták a sorsát. És akkor fölkerestük az írót, és akkor elmentünk hozzá, akkor megkaptuk tőle ezt a három címet, és rögtön persze föl is kerestük, és akkor gondoltuk, hogy ha elfogadják azt az előző témát, akkor megcsináljuk ezt a filmet, mert nem is akartuk volna mondjuk ezt leírni, hogy miről akarunk, mert azért valamilyen szinten azért a Balázs Béla stúdióban is volt odafigyelés a politikai témákra. És akkor a három asszonyból egyetlen egy vállalta a forgatást, de tőle kaptunk megint két-három címet, és hát szóval ez nem úgy volt, mint az első világháborús film, hogy feladhattunk volna egy hirdetést, hogy jelentkeznek, akik megjárták a Hortobágyot, mert nagyon sokan akkor még féltek ettől. Hát, többen... János, most bocsánat, az én is jártam Mission Zone című filmjükre céloz. Ezt a fiatalabbaknak mondom. Na mindegy, szóval és hát majdnem szinte úgy kellett, hogy mindig ahova mentünk, akkor kaptunk egy-két újabb címet. És hát nagyon sokan volt, aki nem is állt kötélnek, szóval elzárkózott, hogy nem engedte a forgatást, és illetve aztán sok embert úgy tudtunk rábeszélni, hogy majd ez a filmben is majd lehet majd látni. Megígérte nekik, hogy a bemutatás előtt mindenképpen megmutatjuk nekik, tehát hogy legalább hagy rögzítsük az anyagokat, és akkor döntsék el, hogy vállalják-e magukat vagy sem. Végülis aztán mindenki vállalta, illetve hát azt is lehet látni a vége főcímeken, hogy van, akinek csak három pontot írhattunk ki, mert kért, hogy a nevét ne írjuk ki, mert azért a félelem még 88-ban is, vagy amikor ezt már ugye elkezdtük munkálatokat elkezdtük végezni, akkor már, szóval még akkor is a 87 vége felé is féltek, és van akinek pedig csak egy monogramot írhattunk ki. Tehát azért ez, és hát sokáig, sőt, volt egy stúdióvezető, mert aztán később már a film befejezését nem tudta vállalni a Balázs Béla stúdió, mert hát ezt 16-os kamerával, 16 mm-es filmre forgattuk, és ezt ahhoz, hogy ez moziba kerülhessen, szóval ezt fel kellett nagyítani. És akkor az első stúdió, most nem akarom megnevezni, hát ott majdnem olyasmit mondott a stúdióvezető, hogy tulajdonképpen, hogyha itt minden, hogyha azokat kivágnátok, amiket én akarok, akkor a filmből nem maradna semmi. Tehát szerencsére a stúdióvezetőt leváltották, jött egy másik, annak már nevét be lehet mondani, a Babarci, és akkor ő fölvállalta, hogy ezt bemutathassák, ezt a filmet. Ez az Objektív stúdió volt, aki esetleg tájékozott. Tehát ezek is régen voltak, szóval ezek már ma a film sincs olyan szisztémában, mint ahogy volt. Akiről most beszéltél, azok a fogvatartottak. Persze. Azt akartam megkérdezni, és a fogvatartók, tehát az államvédelmi hatóság egykori emberei, azok hogy sikerült őket szóra bírni? Milyen tapasztalataitok voltak? Volt egy kis katona, az egyszerű volt, mert ő juhászként dolgozott itt Hortobágyon továbbra is, és ugye elmondta, hogy mi volt akkor a feladata, hogyan élték ezt át, hogyan kellett összedni az embereket, illetve aztán az egyik ilyen kitelepített az megmondta a címét az akkori őrsparancsnoknak is. És akkor azt fölkerestük, most nem akarom lelőni a poént, hogy milyen formában találtuk, és hát sajnos ott kellett, hát nem is csellel, de úgy mentünk be, hogy hallottuk, hogy milyen érdekes ember is, hogy forgatnánk az életéről. És akkor majdnem 3 órát forgattunk, és akkor majdnem a 3. óra vége fele mertünk konkrétan rákérdezni erre a deportálás történetre. Hát ezt is majd fogják látni a filmben, tehát
ami egy elég megdöbbentő, mert hát egy ilyen vallási őrületbe menekült, vagy legalábbis szóló oda kényszerült valamilyen szinten. János, számodra, mint filmalkotó számára milyen szakmai és emberi élményt jelentett ez a film, hogy összegzed ezt magadban? Mert hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy a filmetek az egyik legfontosabb tanúságtétel. Ennyi történelmi távlatból már meg lehet állapítani, és a magyar filmtörténeti írás is így tartja számon. Tehát a legfontosabbak közé tartozik, ami a korról való tanúságtételeket illeti. Nem, hát mindenképpen az, hogy tulajdonképpen hát szóval az 50-es évek, nem az 50-es évek vagyok, szóval a 60-as, 70-es években azért valamennyire azért tájékozottunk politikailag, nagyon sokszor mondjuk a Szabad Európa Rádión keresztül. Az érdekes az volt, hogy mondjuk például a Recskről, amelyik szintén egy nagyon szörnyű tábor volt, arról úgy az is tabu volt, de arról lehetett hallani. Viszont a Hortobágyról, erről a deportálásról, ahol nem az, mint a Recsken, ahol elvittek mondjuk a családfőt, és aztán olyan, ők is azt hiszem zömében 53-ban a Nagy Imre kormányra kerülése után szabadulhattak, de hát itt az egész családokat elvitték, házokat elvitték, elvették, és amikor aztán felszabadultak ezek a táborok, akkor nem mehettek vissza a szülőfalujukba. Szóval akkor még tovább kellett vagy ismerősöknél bujkálni. Volt, akinek szerencsésebb volt, ott egy balaton ilyen kis háza, és akkor nyaralóba, és akkor ott vészelték el legalább 2-3 évet. Nagyon sokáig nem mehettek vissza a szülővárosukba, vagy a szülőfalujukba. És hát ez mindenképpen, szóval, tehát mondom, mi se hallottunk erről, tehát ez megdöbbentő volt, és hát ez hát egy fantasztikus, most nem azt mondom, hogy élmény, de hát tudásanyag még minden egyebet is szolgált az, hogy ezeket mi megismerhessük. És hát, sőt, nagyon sokáig úgy azt hittük, hogy hát nem lehetett tudni azt, hogy lesz majd itt 89-ben a rendszerváltás, hogy ezt évekig lehet, hogy ezt csak doboznak csináltuk, és hogy ez úgy marad bezárva, és nem fog ez soha se kiszabadulni. Hát szerencsére másképp történt. Én azt gondolom, hogy amit János mondott, az kellőképpen felcsigázta mindannyiuk érdeklődését, úgyhogy nézzük meg a filmet. Köszönöm szépen!